Itt vagyunk a Városi Sportcsarnokban, beszélgető partnerem Dobos László úr, Karcagváros polgármestere. Egy testvérvárosi sporttalálkozó vette most kezdetét. Polgármester úr, honnan jött ennek a találkozónak az ötlete, hogyan valósult ez meg? Hát nagyon örülök, hogy megvalósul ez a sporttalálkozó. Bevallom őszintén, ez az én ötletem volt, de nagyon örülök, hogy a testvértelepüléseinknek a polgármesterei igen fogékonyak voltak erre az ötletre. Fiatal emberekről van szó, szeretik a sportot, mind a ketten sportolnak, és ők is egyetértettek velem azzal, hogy a fiatalokon keresztül lehet a testvérvárosi kapcsolatot hosszú távon erősíteni. És így kidolgoztunk egy különleges versenyrendszert, 3 labdajátékban lányok, fiúk egyaránt versenyeznek, és a egyik fél időt a lányok játszák, és az eredményüket a fiúk viszik tovább, és így alakul ki egy végső sorrend. Szerintem ez egy újdonság is, és még pörgősebbé teszi ezt a sportprogramot, de alapvető cél az, hogy a fiatalok ismerkedjenek egymással, tanulják egymás nyelvét, egyáltalán találjanak egy közös nyelvet, ismerjék meg egymás települését, hiszen ez az első rendezvény, mint ötletgazdaként felajánlottam, hogy Karcagon kerüljön megrendezésre, és ezt követően minden évben más településen, Németországban, Lengyelországban ilyen forgószínpadszerűen lesz megrendezve. Ezek ugye barátságos mérkőzések, általában azt szoktuk mondani, hogy nem főként az eredmény, hanem a részvétel, a kapcsolattartása fontos. Hogyan látja azért polgármester úr, hogy mi itt például Karcagon mennyire vagyunk erősek a sport tekintetében? Hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen erősek vagyunk, de tudni kell, hogy a lengyelek és a németek is adok, és nagyon-nagyon készülnek. Valóban mindig azt szoktuk mondani, hogy a részvétel a fontos, nem a győzelem, de azért titokban minden versenyző arra készül, hogy nyerjen és nyerni szeretne, hiszen ez a játéknak a célja. Természetesen sportszerű keretek között a fair play mindenkori megtartásával, és én tegnap este, amikor találkoztam a küldöttségekkel, láttam, hogy mind a lengyelek, mind a németek még a hosszú 16 órás buszozás után is nekiálltak edzeni, készültek a mai napra, tehát komolyan fogja ezt venni mindenki. Egy-egy ilyen rendezvény, sokan nem is tudják, hogy nagyon nagy szervezés, egyeztetés előzi meg. Mit lehet tudnunk, mikor érkeztek a csapatok ide Karcagra, és meddig maradnak, milyen esetleges kísérő programokon vesznek részt? Hát valóban egy ilyen rendezvény pontosan a nyelvi nehézségek miatt azért nagyon, és a távolság miatt nagyon nehéz megszervezni. Hónapok óta tartjuk a kapcsolatot, Skype-on keresztül beszéljük és finomítjuk a részleteket természetesen, de örülök, hogy kialakult, és hát én úgy gondolom, hogy természetesen a sportprogram mellett más egyéb kísérő programra is szükség van. Már tegnap megismerkedtek a strandunkkal a fiatal versenyzők és a kísérők, és nagyon tetszett nekik, úgyhogy ezt mindenképpen meg fogjuk ismételni. De a holnapi nap, a mai nap az teljesen a sporthegyében zajlik, a péntek, a szombati napon pedig egy olyan programot állítottak össze a Dériné munkatársai, olyan játékos feladatokat, amin keresztül Karcag városát megismerhetik. Magyarul fognak kapni egy térképet különböző feladatokkal, és bizonyos pontokat meg kell találni a városban, ezáltal óhatatlanul meg fogják ismerni a településünket. Sikeres rendezvényt kívánunk, és reméljük, hogy jövőre folytatódik majd ez a hagyomány, és a következő években is még szorosabb kapcsolatunk lesz majd a testvérvárosokkal minden tekintetben. Én nagyon bízom abban, hogy jól fog sikerülni ez a kezdő program, hiszen az antré mindig fontos. Jól érzik magukat, én nekem meggyőződésem, hogy mind a másik két település ki fog tenni magáért annak idején, amikor sorra kerülnek. Köszönöm az interjút. Köszönöm a lehetőséget. Hogyan fogadták ennek a találkozónak a lehetőségét? Mit jelent önöknek ez a lehetőség, ez a kapcsolattartás? Ja, also wir haben uns sehr gefreut, vor allen Dingen die Trainer, dass das Ganze eine gute Möglichkeit ist für die Vereine. Nagyon szépen köszönjük a meghívást, ez az edzők számára is nagyon nagy lehetőség, hiszen egyesületüknek nem sok pénzük van, meg tudták viszont oldani így a kiutazást.
A tehetséges gyereknek pedig egy külföldi tartózkodás, egy külföldi rendezvény való megjelenés nagyon sokat számít, nagyon lelkesek. A szülők is azok voltak, hiszen a pólóinkat ők finanszírozták. Beispielsweise die T-Shirts sind von den Eltern finanziert worden und das zeigt ja schon, wie groß die Begeisterung ist. Ebben a három sportágban ugye a labdarúgás, kosárlabda és kézilabda, hogyan látják, mennyire erősek? Mi a lényeg, a részvétel, vagy az, hogy nyerjenek? Ja, also auf jeden Fall ist für uns hier die Teilnahme wichtig. A részvétel nagyon fontos számunkra. Legfiataljabbaikat hoztuk el, a 11-12 évesek korosztályát. Kéziben és fociban van jó csapatunk, de kosárlabdában még ez a szinte az első alkalom, hogy összeállnak majd a gyerekek. De a lényeg, hogy magyar és lengyel sporttársainkkal tudunk találkozni és egy-két mérkőzést lejátszani. Unsere ungarischen Freunde und unsere polnischen Freunde kennenlernen, das ist wichtig. Mikor érkeztek meg városunkba, kipihenték-e magukat, és mit fognak csinálni a sporton kívül, mi az, amit mindenképpen meg akarnak nézni? 16 órás után mögöttünk, tegnap érkeztünk meg, 2 óra hosszát budapesti dugóban álltunk, kicsit fáradtak voltunk emiatt, de jól kialudtuk magunkat, és tegnap este még sötétedésig edzettünk a gyermekekkel. Már meglátogattuk ugye a strandot itt Karcagon, de feltétlenül szeretnénk még visszatérni, és az önkormányzat épületét és a múzeumot szeretnék még. Sikeres versenyzést kívánunk Önöknek! Köszönöm szépen! Mit látnak ebben a lehetőségben a két város, két ország erősítése terén, a kapcsolatok terén? Néhány hónappal ezelőtt Schwarzheide-ból találkoztunk a polgármesterekkel, és akkor eldöntöttük, hogy szervezni fogunk egy sportrendezvényt, fiatalokat hozzuk össze. Mai napon sikerült, és ezt nagyon szépen köszönjük Dobos László polgármester úrnak. Hogy érzik ebben a három sportágban, mennyire erősek? A részvétel a fontos, vagy az, hogy nyerjenek mindenképpen? Sport nie ma wymiaru. Sportnak nincs értelme versenyszellem nélkül. Mi versenyezni jöttünk ide. Röplabdába vagyunk erősek, meg és az atlétikába. Persze szeretnénk nyerni, igyekezni fogunk, harcolni is, de minden nemzetközi szabályok szerint sport egy közös nyelv. Itt a fiatalok nagyon jól tudják, hogy hogy kell ilyenkor viselkedni, ismerik a fair play játékszabályait. Ami egy érdekesség, Lengyelországban hoztuk ide egy ifjú társasági tánc bajnokot, és ő is részt vesz a játékban. Mikor érkeztek, ki tudták-e magukat pihenni a mai küzdelmekre, és mi az, amit mindenféleképpen meg fognak nézni a városban? Tegnap délben érkeztünk hosszú út után, de már kipihentünk magunkat. Mi a hivatalos vendégek szinte otthon érezzük magunkat, mert barátaink vannak itt, jó ismerősek. De a fiatalok először jöttek Karcagra, szeretnénk minél többet megmutatni nekik. A gyönyörű városban úgy látjuk, hogy a Karcagnak nagyon jó gazdája van. De rengeteg befektetés van, és új beruházás a városba. A Karcag fejlődik, és mi igyekezni fogunk, hogy lépést tartsunk a várossal. Sikeres napot, jó sportolást kívánunk Önöknek mára! Nagyon szépen köszönöm. Szeretném még hozzátenni, hogy a polgármesterek vagyunk, akkor csak polgármesterek vagyunk. Sokkal többet számít, hogy nagyon jó barátok vagyunk, és nagyon szívesen találkozunk mindenhol, ahol lehet.